Ünnepélyes keretek között rendezték meg a Magyar Honvédség Nagy Sándor József Iradó és Vezetéstámogató Ezred alakulatnapját, amelynek keretében sor került a zászlószalag adományozó ünnepségre. Bozó Tibor vezérőrnagy, a Honvédség parancsnokságának parancsnok helyettese köszöntő beszédében kiemelte a csapatzászló és a zászlószalag jelentőségét az alakulatok életében. A zászlószalag. De tudjuk nagyon jól, hogy a zászló mit jelent, az összetartozás, a becsület, a katona erények megtestesítője, szimbóluma egy katonai szervezet részére, és hogyha az elveszik, akkor elveszik maga a katonai szervezet. A zászlószalag az talán ennyire nem hangsúlyos, és mégis igen. Hiszen ezzel a zászlószalaggal fejezi ki az előjáró a köszönetét azért a rendkívüli szakmai munkáért, amit önök, az ezred katonái nyújtanak minden nap. Vokla János ezredes, a Híradó és Vezetéstámogató Ezred ezredparancsnoka megköszönte a bizalmat és kifejtette, mindent megtesznek a jövőben is, hogy kiérdemeljék a társadalom megbecsülését. Egy csapat zászló olyan erekje, amely napi feladatokban plusz erőt ad. Tiszteljük, megőrizzük és óvjuk. Úgy érzem, az zászlószalag adományozással maradandó értéket teremtettek számunkra. Az ünnepségen a zászlószalagot Spány Antal megyéspüspök, Olá Emil ezredes, a tábori lelkészi szolgálat protestáns tábori püspökség lelkészi vezetője, és Alácsi Ervin János alezredes, a tábori lelkészi szolgálat katolikus tábori püspökség általános helynöke áldotta meg.